A szűk 7 millió lakossal rendelkező Szerbiában a legfrissebb adatok szerint már több mint 500 000 ember megkapta az első koronavírus elleni oltást, többségében a kínai Sinopharm vakcinából. Szerbia az orosz Sputnik V oltóanyagot is engedélyezte, de a belgrádi vásárcsarnokban kialakított oltóközpontban a kínai vakcinával oltanak. A Sinopharm vakcinát használjuk, 1500-2000 embert oltunk be vele naponta, és még nem volt semmilyen negatív tapasztalatunk. Miután megkapták az oltást, az emberek negyed órát, fél órát üldögélnek a váróban. Idáig abszolút nem tapasztaltunk mellékhatást, mondta az oltóközpont vezetője. Szerbiában az első körben az egészségügyi dolgozók, a 65 évnél idősebbek, a több krónikus megbetegedésben szenvedő polgárok és az oktatásban dolgozók kapnak védőoltást. Meg vagyok lepve, mondta ez a szerb asszony. Nyugdíjas egészségügyi dolgozó vagyok. Tudtam, hogy az egészségügy jól működik, mégis meg vagyok lepve, hogy milyen jól meg van szervezve ez az egész. A szerb egészségügyi államtitkár tájékoztatása szerint a kínai és az orosz oltóanyag mellett februárban csaknem 100 000 adag érkezik a Pfizer-BioNTech vakcinájából.